Köszöntöm nézőinket, Önök a Hírháttér című műsort látják itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. Csütörtökön összegyűlt Moson-Magyaróvárváros képviselőtestülete, és hogy megszokhatták a testületi ülést követően, értékeljük a napirendi pontokat. Most vendégemet is köszöntöm, Vargyas Tibor Györgyöt. Mielőtt konkrétan a napirendekről beszélgetnénk, emlékezzünk meg arról, hogy ön listáról került be a képviselőtestületbe, mégpedig azért, mert Kopeti Tamás Márton tragikus hirtelenséggel elhunyt, és ilyenkor az a jelölő szervezetnek a lehetősége, mivel kompenzációs listán jutott be Kopeti Tamás Márton, hogy a leadott listán, a 4 évvel ezelőtt leadott listán szereplők közül választott és önt választották. Az ember biztos, hogyha politikai pályára lép akkor, és rajta van egy pártnak, egy jelölő szervezetnek a listáján, akkor szeretne bejutni a képviselőtestületbe, de nem gondolom rosszul, hogy ezért nem ilyen áron szeretett volna képviselőséget vállalni. Köszöntöm én is a nézőket. Hát az igazad megvalva, ez egy olyan tragikus esemény volt, ami úgy vélem, hogy a mai napig felfoghatatlan, legalábbis számomra. Én az elmúlt 4 évben rendkívül intenzíven és szorosan dolgoztam együtt Tamással. Ugye én 2010 elején léptem be a Jobbik helyi alapszervezetébe. Korábban is szimpatizáltam már ezzel a párttal, ugyanis úgy voltam vele, hogy igazából ez az én generációmnak a pártja, amelynek a felfogása és a program, amit képviselt, az leginkább közel állt hozzám. Illetve nekem nagyon fontos volt, hogy egy olyan politikai pártról van szó, amely az úgynevezett rendszerváltás körüli, hát nem tudom szebben fogalmazni, mutyiban nem vett részt. Tehát én 2010 elején kerültem a pártba, alelnöknek választottak, a 4 alelnök egyike voltam. 2010-ben az októberi önkormányzati választásokon a kompenzációs listán a 2. helyre kerültem, közvetlenül Tamás mögé. Tehát és októbertől a gazdasági bizottságban is benne voltam, tehát azt tudom mondani, hogy igazából Tamással ketten voltunk azok, akik az önkormányzati ügyekkel foglalkoztunk. Tehát egy remek fickó volt Tamás mind a magánéletben, én úgy gondolom mind a politikában, aki a saját igazát mindenáron próbálta érvényesíteni és érvényre juttatni. Hát nagyon hiányzik és nagyon fog hiányozni. Tehát és hát igen, bekerülni a testületbe így, hát nem éppen így szeretne az ember bekerülni, nagyon jó. A testületi munkáját legalábbis a gazdasági bizottság révén akkor már ismeri, nagyjából legalábbis egy elég nagy szegmensre ráláthatott korábban, hiszen külsős bizottsági tagként szerepelt. Ugye a bizottságoknak van egy olyan tagja, akik a képviselőtestület képviselői, illetve vannak külsős tagok, akiket delegálhat a párt. Mit látott idáig a város? Hát a gazdasági bizottságon szinte minden átfolyik. Igen, én rendkívül izgalmasnak találtam, tehát azt tudni kell, hogy nekem ez egy új dolog volt az életemben, mint hogy egyébként a képviselőség is az. Én megmondom őszintén, nagyon nagy élvezettel vetettem bele magam ebben a bizottságnak a munkájába. Lokálpatrióta révén, hiszen Moson-Magyaróvári születésű vagyok. Az egyik legfontosabb célom, hogy a város fejlődése olyan úton haladjon, amely jelen pillanatban a 21. században megfelelő, tehát egy rendkívül pörgős és gyors fejlődésre van szükség, főleg, hogyha nézzük, hogy egész Európában vagy Európa nyugati felében ez a helyzet. Tehát amit lényegesnek tartok, és amit mindig is támogattam a gazdasági bizottságban is, az például a Movin Parknak a fejlődése és fejlesztése. Én úgy gondolom, hogy 1994 és 2006 között egy rendkívül elhibázott gazdaságpolitika folyt a városban, amikor is ugye nem lett kiaknázva ennek a városnak a fekvése, hiszen ugye a Győr, Pozsony, Bécs háromszögben van, ugye a Budapest-Bécs vasútvonal, autópálya, és rendkívül nagy örömmel tapasztaltam annak idején, hogy a Movin Park elkezdett fejlődni 2006 után, és egyébként előtte is figyelemmel követtem, mondom lokálpatriótaként a város fejlődését, és a gazdasági bizottságban lehetőségem nyílt arra, hogy személyesen is támogassam azokat a dolgokat, amelyek a város életét folyamatosan előbbre viszik. A Movin Parkban vannak külföldi cégek is. Igen, vannak.
Ez okoz-e problémát, lehetőséget? Ugye a Jobbikot azzal azonosítják, hogy a multinacionális cégek ne jöjjenek, ne kedvezményekkel jöjjenek be, fizessenek esetleg pluszterheket. Kopáti Tamás Mártonnak volt kereskedelmi egységekkel kapcsolatosan egy ilyen módosító indítvány, amit végül is nem fogadott el a testület. Én ketté válaszolnám a kérdést, tehát egyfelől az, hogy a Jobbik multi ellenes, én úgy gondolom, hogy ez nem teljesen igaz. Tehát 2010-ben ez meglehetősen ki lett forgatva, főleg az ellenzéki pártok részéről. Tehát a Jobbik sosem azt mondta, hogy a termelő multikra nincsen szükség. Tehát most ha mondjuk a legközelebbi jó példát, azt hiszem Audi Győr. Tehát soha nem mondtuk, hogy egy Audi Győr menjen innen, vagy hogy ne jön ide. Itt nem a termelő multikról volt szó, amelyek munkahelyet adnak, amelyek tulajdonképpen adót fizetnek itt. És ez, azt gondolom, hogy Győrön ez látszik is, hogy az Audi mennyi mindent fejleszt, mennyi mindenben investál, hanem igazából azokról a multikról van szó, például a kereskedő multikról, nem fogok nevet mondani, csak olyanokról, akik mondjuk a magyar termékek helyett jóval olcsóbb külföldi termékekkel árasztják el a magyar piacot. Tehát a kettőt azt külön kell venni. És egyébként a Tamás indítvány, amiről szó volt, az is nem a termelő multik irányába fogalmazta meg ezt az úgynevezett plusz pénzfizetést, hanem a kereskedő multik. Volt egy napirendi pont a települési rendezési eszközök módosítására, ugye például a Kenyérgyári úti felüljáró Movin Park bővítés, akkor ez végül is egy lehetséges támogatandó. Így van, én ezt támogattam is mindenképpen. Én ugyanakkor egyetértettem egyébként azokkal a felvetésekkel az ülés folyamán, aztán polgármester úr ezt meg is válaszolta, hogy mindez nem mehet ugye az autópálya déli lehajtójának a rovására, de ugye a polgármester úr azt mondta, hogy ez továbbra is tervbe van véve, és meg fog valósulni, mi természetesen ezt is támogatjuk teljes mellszélességgel. Én azt gondolom, hogy a Movin Park lehet Mosonmagyaróvár fejlődésének, jövőbeni fejlődésének az egyik legfőbb záloga. Mosonmagyaróvári rendőrkapitányság 2013. évi beszámolója, megkapta ön is ezt az anyagot. Tanulmányozni tudta kapitány úr, adott egy elég széles kiegészítést azoknak is, akik esetleg nem olvasták, most itt a vendégekre gondolván természetesen. Mit szól a mosonmagyaróvári közbiztonság helyzetéhez, hiszen ez is elég sarkalatos pontja az önök kártyának. Hát megmondom őszintén, egyrészt elolvasva maximálisan támogatom ezt a beszámolót, és jónak tartom azokat az eredményeket, amelyek ebben szerepelnek, és ott a helyszínen is igen szavazatommal támogattam, és elfogadtam ezt a beszámolót. Voltak benne olyan adatok, amik engem megleptek, megmondom őszintén, tehát például az, hogy a város lakossága időközben már szinte 40 ezeresre dúzzadt. Én ugyanis a legutóbbi népszámlási adatokat ismertem, amik még ugyan 32 ezer főről szóltak, de magam is látom azt, hogy egyre több ember érkezik Kelet-Magyarországról, annak reményében, hogy itt munkát talál, hiszen jóval több a lehetőség, vagy azért, hogy tovább menjen Ausztriába. Az igazat megvalva, az adatok, én úgy gondolom, hogy önmagukért beszélnek, tehát a felderített bűnügyeknek az aránya, akkor a garázdaság, kocsilopás, tehát ugye amik a testi erőszak, tehát ami ugye a fő vonalai, vagy úgymond a legdurvább kihágások, hogy ezeknek a száma csökkent az elmúlt időszakban. Amit mindenképpen javítandónak tartok magam is, az az, hogy meg kell valahogy állítani azt, hogy a rendőrök és a nyomozók elhagyják a rendőrség kötelékét. Nekem is van az ismeretségi körömben olyan ember, olyan kolléga, aki korábban a rendőrkapitányságon dolgozott, és most Ausztriában lát el hát úgymond biztonságőri pozíciót, és azért ment el, mert több pénzt keres. Tehát abban mindenképpen egyetértettem, hogy erre valamilyen életpályamodellt fel kell állítani, és meg kell oldani azt, hogy a rendőrök ne hagyják el ezt a testületet. Szükség van rájuk, ugyanis én azt gondolom, hogy valamilyen szinten, és azt a rendőrkapitány úr is elmondta, hogy azok a város lakossága és létszáma ilyen hirtelen megduzzad, az mindenképpen magával fogja hozni a bűnözés emelkedését is. És praktikus, ezt... több ember van, akkor több, nagyobb a lehetőség, nagyobb a szóraesés. Hál' Istennek azért, hogyha megnézzük, hogy a gépjármű lopások száma
emelkedett drasztikusan, mert kétszeresére nőtt, de hál' Istennek 2-ről 4-re, tehát azért talán még... Persze, ez... hogyha az én autómat lopják el, akkor az az egy is sok. Persze, de én azt gondolom, hogy... Én azt gondolom, hogy ha van egy jó fizetett és egy fix rendőrállomány, és egy olyan rendőrállomány, amely azt gondolom, hogy egy ekkora városhoz szükségeltetik, akkor ezek a bűncselekmények mindenképpen vissza fognak szorulni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a rendőrök közterületen legyenek. Tehát ezt én például szorgalmaznám mindenképpen, hogy minél többször jelenjenek meg. Főleg ugye ott is elhangzott a képviselőtestület ülésen, hogy például a garázdaságoknak az egyik legfőbb célpontja a szórakozó helyek környéke hétvégén. Tehát ott mindenképpen fokozott rendőri jelenlétre lenne szükség. Volt benne egy statisztikai, nem is statisztikai adat, hanem egy számadat, amely szerint többet voltak egyébként az utcán a járőrök a bázis évhez 2012-höz képest, ugyan csökkent valamennyivel a létszám, hiszem 10 fővel, ha jól emlékszem, igen, de mégis többen volt, több órát, több munkaórát töltöttek kint, tehát azért talán ezzel előrébb léphetünk, mert ugye nehéz lehet megszervezni, ez is elhangzott. Nehéz, ugyanakkor azt mondom, hogy ha több fő lenne, akkor ennél még több órát tudnának kint lenni, tehát a számok törvény alapján, és én ezt tényleg rendkívül lényegesnek tartom, ugyanis egy rendőrjárőrnek mindenképpen visszatartó ereje van. Tehát, hogyha ő megjelenik egy közszeretlen szórakozó hely környékén, vagy mondjuk egy olyan város részen, ahol a bűnözési ráta magasabb, akkor ott egy fokozott rendőri jelenlét az véleményem szerint mindenképpen visszatartó erejű. Lakás ellenőrzési munkacsoport beszámolója. Erről talán csak annyit, hogy Kopeti Tamás Márton javaslatára indult, és nem szeretném önt folyamatosan Kopeti képviselő úrhoz hasonlítani, vagy az ő példájából egymás mellé párhuzamba állítani önöket. Ezt ő indította el, mennyire lesz lehetősége önnek ránézni, kívánja folytatni ezt a munkáját Kopeti képviselőnek? Hát mindenképpen szeretném folytatni, természetesen. Megmondom őszintén, hogy ennek a munkacsoportnak a feladataiban még nem volt alkalmam betekinteni, de Kránisz Péterrel egyeztettem a képviselőtestülés szünetében, és össze fogunk ülni, ahol átnézzük ennek a munkacsoportnak a feladatait, az eddigi eredményeit, tehát ez még egy olyan terület, ahol egy kicsit képbe kell hoznom magamat. Nagyjából 4 testületi ülés van hátra ebből, igen, a ciklusból, van esetleg valami terve, és egyáltalán ez az első képviselőtestületi ülésből milyen tapasztalatokat szűrt le? Hát azt tudni kell mindenkinek, hogy nekem ez egy rendkívül új helyzet volt. Mint mindent, ezt is tanulni kell. Tehát én azt gondolom, hogy nekem ez az első képviselőtestületi ülés az arra volt jó, hogy egyáltalán átlássam, megnézem azt, hogy hogyan zajlanak ezek az ülések. A Szociális Bizottságban, a mostani bizottságban ugye továbbra is jelen leszek, ezzel paralel ugye a Gazdasági Bizottságban a tagságomról, illetve a helyemről lemondtam. Tehát ezekkel az anyagokkal fogok intenzívebben foglalkozni, de természetesen, hogyha megkapom a képviselőtestületi ülés előtt az anyagokat, ahogy ez most is történt, akkor tüzetesen átnézem, és én azt tudom mondani, hogy minden olyat támogatni fogunk, ami a város fejlődését szolgálja és előmozdítja, ami pedig ezzel szembe megy, azt pedig nem fogjuk támogatni. Képviselő úr, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm kedves szépen. Kedves nézőinknek pedig a figyelmet, ez volt a Hírháttér itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Viszontlátásra!